Vállalod vagy lapítasz, hogy másképp gondolkodsz a szexről, a pénzről, a halálról, a világunk eredetéről, úgy általában az életről, mint a nem keresztény barátaid, kollégáid, rokonaid, ismerőseid, szomszédaid. Kifejted a biblikus véleményedet a dolgokról? Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bisztró. Sziasztok, Záhonyi Viktor vagyok, a Vekker keresztény közösségből, és folytatom a Máté evangéliumát, 5. fejezet, 14. vers. Ti vagytok a világ világossága. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécs tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte a mennyei atyátokat. Megmondom őszintén, hogy a mostani kommentárom az nem fog olyan jól illeszkedni az olvasmányokhoz, mint úgy gondolom, hogy eddig. Rögtön például itt ugye Jézus arról beszél, hogy hadd lássák, hogy milyen jó, amit tesztek. Én viszont most inkább arról fog beszélni, hogy milyen jó, amit mondtok, amiről beszéltek. Úgy gondolom, hogy ez is fontos, és remélem, hogy megbocsájtotok nekem ezért. Rögtön itt van egy ige, ami segít nekünk ebben egy picit úgy eligazodni, és remélhetőleg segít megérteni, hogy most miért inkább erről beszélek. Ez szintén az evangélium, Máté evangéliumban van, 12-14. Azt mondja ki az ember, amivel tele van a szíve. A jó ember jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azért mond és tesz jó dolgokat. A gonosz ember pedig gonosz dolgokat tartogat a szívében, és ezért mond és tesz gonoszságokat. Figyelmeztetlek benneteket, hogy az ítélet napján minden meggondolatlanul kimondott, kártékony szavatokról számot kell adnotok. A saját szavaitok alapján fognak felmenteni vagy elítélni benneteket. Milyen óriási súlya, jelentősége van annak, amit mondunk. Jézus erről beszél, és összeköti a nyelvünket, a gondolatainkat a szívünkkel. Hogy ami éppen foglalkoztat minket, ami iránt vonzódunk, amit értékesnek tartunk, érzelmeket kelt bennünk, azok mind úgy eltöltenek bennünket, hogy az túlcsordul, és egyszer arról fogunk beszélni. Úgyhogy múltkor ezért volt nekem csalódás, amikor egy üzleti vacsorán, ott egy nemzetközi csapat keretén belül elkezdtünk beszélgetni sok mindenről, és kimaradt az ittszer. Mindenféléről beszéltem, de nem a lényegről, nem vállaltam olyan bátran, olyan határozottan a hitemet az evangéliumba, Jézus Krisztusba, és nem voltam igazán világosság. És ez nem tudatos volt, utána szégyeltem, és utána jöttem rá, hogy miért nem. És lehet, hogy nem volt éppen akkor tele úgy a szívem, nem tudom, a Szentlélekkel, hogy mik voltak a körülmények, azóta sem igazán tudom, de sajnáltam ezt a lehetőséget, mert igen, nekünk olyan világosságnak kell lenni, ami világít, ami mécses tartóra fel van helyezve, hogy mindenki lássa, hogy mindenkinek megvilágítsa az életét. És ezért úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy igen, mondjuk el a biblikus véleményünket, hogy mi másképp gondolkodunk szexről, másképp gondolkodunk a pénzről, az élvezetekről, a karrierről, a munkáról, a földi otthonunkról, a kapcsolatokról, másképp gondolkodunk a halálról, a világ eredetéről. Olyan sok minden van, amiben egy biblikus keresztény másképp gondolkodik, mint az, aki nem. És akkor tudunk világítani, hogyha ezt a világosságot megosszuk. Hogyha nem tartjuk sötétségben őket, hanem elmondjuk azt, hogy figyelj, van egy másik értelmezés, van egy másik narratíva, van egy olyan igazság, amire szeretném felhívni a figyelmedet. És szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt vállaljuk. És ezáltal is világosság legyünk, világítsunk a sötétségben. Nem csak azáltal, hogy az evangéliumot konkrétan megosszuk, hanem egyáltalán a világunknak a hívő, a biblikus értelmezését. És akkor látják azt, hogy ó, hát így is lehet nézni, hogy ez értelmes, ez értékes, ez a magyarázat. Ebben ráció van, ebbe vonzerő van. Igaz? Itt van egy másik ige, amikor Pál apostol kicsit hasonlóképpen
érvel gondolkodik, mint ahogy az előbb mondtam. Ez a római levél 1:20. Isten örök hatalma és isteni természete ugyan emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Azt mondja Pál, hogy Isten ugyan nem lehet látni emberi szemmel, és akkor azt mondják, hogy láthatatlan, azt mondják, hogy nem létezik. Na, itt lehet egyből kontrázni, ahogy Pál kontrázik. Azt mondja, hogy nem. Világosan érzékelhető és megérthető az Isten. Mi által? A teremtett világ által. Illetve most hallgattam egy nagyon jó podcastot, egy beszélgetést, egy teológus volt, meg egy ateista filozófus, egy véleményvezér, és a teológus ezt világosan kifejtette és vállalta, hogy Isten lejött a földre, Jézus Krisztusban. Ezért Krisztuson keresztül, az ő életének, az evangéliumoknak a tanulmányozásán keresztül Isten megismerhető. Látod, és már kontrázol egyből. Amikor azt mondják a kollégák, hogy láthatatlan Isten, ezért nincs is. Persze erre sok példa van, hogy mi még láthatatlan és mégis van, mint az elektromosság, a levegő és a többi. De amikor konkrétan Jézusra irányítjuk a figyelmet, látod, akkor már világosság vagyunk. Akkor már egy konkrét irányba visszük el a beszélgetést. Ami szerintem rendkívül fontos. És így folytatja Pál. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem adtak neki hálát. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Hát, hogy itt megint beszélhetünk arról, hogy látod, mivel az emberek nem hisznek Istenben, ezért egyre jobban, egyre sötétebben élnek, egyre gonoszabbul élnek, egyre önző módon élnek, egyre inkább a bálványoknak élnek, ami tönkreteszi az embert, hogyha bálványozzuk megint a szexet, a pénzt, a hatalmat, a karriert, a élvezeteket, és sorolhatnám. Vagy önmagunkat. Ugyanis Pál, ugye ide lyukadt ki? Bár magukat bölcsnek tartják, bolondok lettek. Ugye ez ostobaság. Hát ostobaság Isten nélkül élni, hát nem látod. Ugye milyen jó beszélgetéseket lehet ebből? Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, mondja Pál, ahogy én is itt mondtam az előbb. Úgyhogy én bátorítalak, igen, hogy imádkozz, igen, de utána próbálj biblikusan érvelni, és vállalni ezt az alternatív, biblikus magyarázatot a világ dolgaira, hogy ezáltal is világosság legyünk, és próbáljunk belemenni ezekbe a beszélgetésekbe, hogy előtessünk egy kis magot. Ami lehet, hogy egyszer úgy szárba szökken, hogy akkor már vágyik arra, hogy az evangéliumot is hallja. Ne csak a biblikus magyarázatait a világ dolgaira. Remélem, hogy azért hasznos volt, még hogyha egy picit el is tértem most. Úgy érzem attól, amit itt Jézus mondott, hiszen ő a tettekről beszélt, én meg inkább most a beszédről, de remélem, hogy így is biblikus volt, és hasznos, és építő. Most pedig imádkozom, érted? Mennyi, Atyám, kérlek, erősíts minket, hogy vállaljuk a véleményünket, a Biblia véleményt, a bibliai igazságot, a bibliai interpretációját a világunknak, hogy ezáltal is világosságot nyújtsunk, és ne hagyjuk az embereket sötétségben, elapítsunk, hiszen mi világosság vagyunk, mi mécses vagyunk, mi fákja vagyunk, mi világító város vagyunk, minket magasra helyeztél, és azt is mondod, hogy vállaljuk azt, hogy látható helyen vagyunk, ezért hallassuk a hangunkat. Ámen. Légy bátor, légy bölcs, a Szent Szellem majd segít, vállalda biblikus igazságokat is ezekben a beszélgetésekben.